tudjátok, amikor a tékozló fiú hazafelé tartott, az apja meglátta őt. Már idős ember volt, és a Biblia azt mondja, hogy elkezdett futni. Az öregek nem szeretnek futni. Kérdezzetek csak engem. Halleluja! Az apáról akarok nektek beszélni. Lukács 15. fejezet. Amikor az apa meglátta a fiút, azt mondja, elé futott. Futott! Sokat gondolkodtam ezen újra meg újra. Miért futott? Mivel látta a fiát tétovázva közeledni. Kettőt lépett, majd megállt. És az apa azt mondta magában, miért jön tétovázva, ilyen szaggatottan? És azt gondolta, hát ha meggondolja magát, visszafordul, és visszamegy a disznók vájújához. Aztán futott. Ha te egy lépést teszel Jézus felé, Jézus 10 lépést tesz feléd. Halleluja! De ami miatt idéztem ezt az igeverset, az ez. Az apa nem is akarta megtudni a fia bűneit. Szó se esett a bűneiről. Semmi vádlás. A fiú megtett mindent, amit csak tehetett. Hazaván szorgott. És ez volt minden, amire szükség volt. Gyere haza Jézushoz! Hol vagy? Isten kész rá, hogy egy új életet adjon neked. Egyedül Jézus menthet meg. Egyszer egy fiatal ember azzal jött hozzám, miért kellene nekem most megtérnem, még csak 20 éves vagyok. A várható élettartam az országunkban 80 év. Van még 60 évem. Megtérhetek, amíg 70 vagy 79 éves leszek. Hú! Hirtelen valamit a szívembe helyezett a Szent Szellem. Akarjátok hallani, mi volt az? Azt feleltem neki. Fiatal ember. Figyelj jól, az örökké valóság határa soha nem előttünk van. Az örökké valóság határa mindig párhuzamosan fut a jelenlegi élettel. És bármelyik napon át lehet lépni azon. Nem tudhatod azt sem, hogy megéred-e a holnap reggelt. Ezt mondja a Biblia. Ma, ha az ő szavát halljátok, most van az üdvösség napja. Talán csak egyetlen lépésre vagy az örökké valóságtól, de most csak egyetlen lépésre vagy az üdvösségtől, ami Jézus Krisztus által van. Barátom, csak annyit kell tenned, hogy segítségül hívod Jézus nevét. Ha szeretnéd ezt most azonnal megtenni, ha szeretnéd az életedet Istennel rendezni és hazatérni hozzá, akkor hívlak, hogy mondd el velem ezt az imádságot. Mondd, drága Úr Jézus, jövök hozzád most, mint egy bűnös, akinek szüksége van üdvösségre. Úr Jézus, mosd meg engem a véreddel. Bocsásd meg bűneimet, és tisztíts meg minden hamisságtól. A mai napon, Úr Jézus, befogadlak a szívembe. Legyél az én megváltóm, legyél az én Uram, és legyél a legjobb barátom. A mai napon, Úr Jézus, hazatérek Jézus nevében. Amen.